Sziasztok, Vancák Vilmos vagyok, és nézzétek az NSO TV-t. Beszéltél a kapitány úrral már? Beszéltem, igen, múlt héten beszéltem, mert fölhívott ismerkedés szempontjából is szólt nekem, hogy szeretném megnézni a következő mérkőzésemet, ami ugye a Légia Varsó elleni aranymérkőzés, és utána majd váltunk néhány szót, igazából ismerkedünk, úgyhogy odafigyelek erre a mérkőzésre, mert nagyon fontos itt a csapat számára. Hogyha esetleg meghívót kapok, akkor életem álma valósulhat meg az, hogy a címeres messzt magamra húzhatom, de ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk inkább a Légia elleni rangadónál. Eddig ez a második fél évem, ez hál' Istennek úgy sikerült, ahogy terveztük itt a vezetőkkel, meg ahogy én is terveztem. Szeretném folytatni ezt a következő mérkőzéseken, hátralévő négy mérkőzéseken, és ezzel szeretném hozzásegíteni a csapatot a bajnoki címhez. Igazából egy nagyon jó közegbe csöppentem, hál' Istennek egy bajnok esélyes csapathoz sikerült kikerülnöm. Hát igen, nagyon, nagyon sok külső tényező az, amiben jobb. Ugye, mint Magyarország például, hogy nagyon sok szurkoló van kint, ami az utolsó helyezett csapatoknál is 5-10 ezer embert jelent, ami egy labdarúgónak nagyon sokat számít. Azt el tudod képzelni, hogy jövőre Pápán nyomod végig az NB1-es szezont? Hát szerintem nem, de ezt még nem tudom így hirtelen megmondani, ugye még van hátra négy mérkőzés, nem tudom, hogy utána miben maradnak majd a vezetők, esetlegesen meghosszabbítjuk a szerződésemet, vagy esetlegesen Lengyelországon maradok, nem tudom, tényleg jelen pillanatban valamilyen szinten nem is foglalkoztat, ez legyen az ő dolguk, én tényleg arra koncentrálok, hogy ezt a formát, ezt minél tovább kitoljam nyárig, és bizonyítsak a teljesítményemmel, hogy itt álljam.